Magazinunkban ma is helyet kap a kultúra. Így akinek nem volt alkalma ellátogatni a Folk hétvégére, az most tartson velünk. A Folk hétvége első napja a gyimesi Csángó Szellő néptánc csoport bemutatkozásával kezdődött. Majd a szabadtéri színpadon a fiatal zenekarok, a cimbali band és a söndörgő mellett a 33 éve alakult roma autentikus zenét játszó Kaiag is fellépett. Alig kezdte el táncát a Szellő néptánc csoport, már is sokan csatlakoztak a gyimesi Csángó fiatalokhoz. Így tett Bakos Károly is, aki minden évben kilátogat a Folk hétvége koncertjeire, valamint tánctudását is kamatoztatja ilyenkor. Nem volt nehéz, mivel ismerős volt, amit itt a művelési központ szervezett táncházakat, abban volt ugyanilyen gyimesi, onnan volt ismerős. Akkor ez már ismerős, akkor már rutinos táncos. Rutinosnak nem nevezném magam, de az alaplépéseket legalább már ismerem. A táncházat követően a szabadtéri színpadon a csepergő eső ellenére már sokan várták, hogy elkezdődjön a fesztivál. A Folk hétvégét idén is dr. Szabó Irma nyitotta meg. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közigazgatási tanácsadója megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy fontosak ezek a találkozások, hiszen az alkotók a mi elismerésünkből nyernek erőt és hitet a munkájuk folytatásához. Az észak-alföldi régió mindig is gazdag volt hagyományokban. Ugyanakkor ezeket a hagyományokat valahogy elfelejtettük. És ez a Folk hétvége igyekszik erőt adni, hitet adni azoknak a művészeknek, akik ebből a tevékenységből, csak ebből a tevékenységből azért nem tudnak megélni. Egyrészt ez a jelentősége, hogy bemutatkozási alkalmat ad, hitet és erőt, hogy szükség van rá, és azért Hajdúszoboszlón több ezer ember megfordul. Amikor kiszálltam az autóból, idejött egy úriember, és programot kért, és bemutatkozott, és azt mondta, hogy ők úgy időzítik hajdúszoboszlói tartózkodásukat, Budapestről jött, hogy a Dixieland hétvégén és a Folk hétvégén kérnek beutalót. A Folk hétvége első fellépője a cimbali band zenekar volt. Az együttes zenéjében régi korok nyoma keveredik sokszínű új dolgokkal. A tagjai között több nemzet is képviselteti magát. A harmonikásuk szerb, a nagybőgősük roma, a cimbalmosuk pedig sváb származású. Egy valami mégis összetartja őket. Hát ezek után a zenekart, ami összetartja, az nem más, mint a cimbalom. Itt a pólómon is rajta van. Ez a gyönyörű magyar hangszer. Azt kell mondjam, hogy most nagyon reneszánszát éli a cimbalom, nem csak a népzenében, hanem világzenében, ahogy mi is használjuk, jazzzenében, klasszikus zenében, és akár még a könnyű zenében is egyre többet használják ezt a magyar hangszert. Miután az együttes tagjai más zenei világból érkeztek, ezért a zenéjük is sokszínű. Különböző műfajok keverednek benne. Magyar népzene, jazz, balkáni népzene, vagy akár a rock and roll. A zenénkre igazából azt tudom jellemezni, hogy hangulatok. Tehát mindig van, fölvet valaki egy dallamot, például felvetődött ez az Ablakimba című turai nóta, amit a zenekar három tagja is turai, és Bartók 1906-ban ott gyűjtött Turán ezt a dallamot, és felvetődött ez a dallam, és rögtön mindenki hoz rá egy hasonlót. Tehát mindig akkor a Gellért megszólalt, hogy ő tanult ehhez egy jó kis kiegészítő friss csárdást ott a helyi cigányzenésztől, Szénási Tibor Toskótól, ő volt az utolsó turai cigányprímás. Akkor a Szlobi rögtön mondja, hogy de hát van egy ehhez hasonló szerb, vagy akár horvát, vagy bármilyen délszláv dallam, és akkor ezeket megpróbáljuk vegyíteni. És akkor, hogyha jönnek mondjuk ilyen dolgok, mint például Lennél a számnál is, ahogy itt mondtad a közepét, hogy jazzes kicsit a beütés, az pontosabban inkább ilyen, egy kicsit ilyen spanyolos beütésű. Hármat szeret, sosincs arra.
Erősen esett már az eső, amikor a színpadra lépett a Fekete Tűz, azaz a Kályiag együttes. A zenekart 33 éve Varga Gusztáv alapította. A zenésznek már gyerekkorában az volt az álma, hogy egyszer az anyanyelvén, cigány nyelven írjon és énekeljen dalokat. Ez az álom még mindig töltődik, és ez a nemzetben fog megvalósulni majd. Tehát a nemzet fogja igazából megvalósítani az álmomat, hiszen ennek a kulturális értékét, küldetését, a nép nyelvét, a nemzeti értékét, a magyarságát, a nemzeti hovatartozását határozza és fogalmazza meg az álom. Az, hogy önmagára találjon ez a nép, önmagára találjon a nemzet, és befogadásra kerüljenek azok a nemzeti kisebbségek, akik ma még mindig kiszolgáltatott helyzetben vannak, és csak kulturális értékeiket fogadják be. Tehát nagyon fontos, hogy nem csak a kulturális értékeket fogadják be, hanem nagyon fontos azt, hogy emberileg, az emberi méltóságot megadva és lehetőséget biztosítani a kibontakozásban, azokban a tudományokban, az oktatásban, a mindennapi közéletben szerepet kapjanak, és megmutathassák magukat, megmutatni és igen, elfogadtatni. Ez nagyon fontos. Az együttes bejárta a világ számos pontját, és több platinalemez után is tovább dolgoznak, folytatják küldetésüket, mint a legeredetibb cigány népzene nagykövetei. Dalaikat rajongók ezrei dúdolják szerte a világon, és táncolnak a Kályiag ritmusára. A folk hétvége első napján is jó néhányan táncra perdültek. Erősen esett már, mondhatni szakadt az eső, amikor színpadra lépett a Söndörgő együttes. A lendületes fiatal zenekar a balkáni zene egyik ágát, a tambura zenét játssza. A 4/5 részt Eredics fiúkból álló Söndörgő a Vujicsics együttes köpönyegéből bújt elő. Energikusan görgetik a családi örökséget, és erőteljes színekkel gazdagítják azt.